Magyarországon mindenki ért a focihoz. A gyakori kérdéseken mégis vannak olyan kérdések, amikre nem születtek kielégítő válaszok ebben a témában. A mai témánk tehát... Mikor ér véget a labdarúgó mérkőzés, az első vagy a harmadik sípszó után? Mióta EU tagok lettünk, ez is megváltozott. Az első sípszónál vége a meccsnek, a második sípszónál elindul a vonat, a harmadik sípszó után pedig üzenetet lehet hagyni a bírónak, illetve a vesztes csapatnak. Milyen kérdéseket tennétek fel egy profi focistának? Nem lenne jobb egy hatszögletű labda, ami nem gurulna el olyan könnyen és könnyebb lenne utolérni? Ha nem 11-en lennének egy csapatban, hanem csak mondjuk 5-en, akkor nem férne mindenki jobban hozzá a labdához? Mennyit költ fodrászra havonta? Melyik a kedvenc múzeuma? Melyik a kedvenc operája, és melyik a kedvenc festménye? Miért van az, hogy egyik nap úgy tudok cselezni, meg annyi gólt rúgok, és a másik nap meg nagyon béna vagyok, és egyáltalán nem rúgok gólt? Egyszerűen arról van szó, hogy te egy tipikus magyar focista vagy, és ez az oka. Milyen egy játékvezető élete? Egy játékvezetőnek nincs könnyű élete. Nagyon retteg a szurkolóktól, nehogy megverjék, mindenkiben a szurkolót látja. Nem jár udista strandra, mert ott mindenki mesztelen. Mindig nála van a sípja, úgyhogy ha bármilyen szabálytalanságot lát, valaki átmegy a piroson, vagy nem rakja ki az indexet, azonnal fütyül. Egyébként is mindenre fütyül. Egy játékvezető mindenre fütyül. 13 éves vagyok, 10 éve focizok. 4 éves koromban kezdtem el edzésre járni, 11 éves koromig nagyon kitűntem és jól fociztam, és utána egyre gyengültem. És én már pedig heti 8 edzésre járok, és egyre többet és többet gyakorolok. Miért gyengültem el ennyire? Túl későn kezdted. Hogyan tudok távolról jól kapura lőni? Két lehetőség van, az egyik, ami már Pelénél, Maradónánál is például bevált, de Messinél is láthattuk, közelebb kell menni. És úgy tudsz. A másik lehetőség távolról kapura lőni távcsöves puskával, csak ez nem annyira sportszerű. Úgy érzem, hogy a tanulás közém és a foci közé áll, mit tegyek? Ne hagyjátok, hogy manipuláljon, tehát te és a foci, tehát fontos, hogy kommunikáljatok, hogy mindent beszéljetek meg egymással. Lássa, hogy ti ketten egy pár vagytok tulajdonképpen, hogy ez már több, mint egy barátság. Azt is lehetne, hogy a saját fegyverét fordítod a tanulás ellen, és akkor azt megtanulni, hogy hogyan focizhatnál a tanulás mellett, ugye? Végül is tanulsz és focizol, tehát tudom, hogy ez nagyon nehéznek tűnik, és van, akinek nem is sikerült, de nagyon sok példa van rá, hogy sikerült. Vannak okos, tanult focisták, tehát vannak. Annakhoz kész. Mikor és hányat fúj a játékvezető? Nagyon helyzetfüggő. Ha például a játékvezető a feleségét rajta kapja az ágyban a szomszéddal, akkor általában 2-3, de nagyon agresszívat fúj, és akkor ugye leüti valamelyiket vagy mind a kettőt. Hogyha a játékvezető szalonnát süt a barátaival, és a parázs már kihúnyóban van, akkor általában 5-6 közepeset fúj, kivéve ha már sokat ivott, akkor 2-3-at fúj sok nyállal, és fúj. Mi van Zidane? Nem vagy Vidán? Mi van Makai? Benekakai?